Dolgoznak a gépek a Kinizsi utca és a Széchenyi sugárút kereszteződésében. Szennyvízgerinc vezeték kiépítése zajlik az utca egyik részén, melyre már nagyon régóta várnak az itt lakók. Pánt Ildikó önkormányzati képviselő riporterünknek elmondta, 2022-ben vetődött fel annak a lehetősége, hogy a beruházás megvalósulhasson. A lakók pedig közösen arra jutottak, hogy az önkormányzat által biztosított kedvezményt igénybe veszik, hogy elkezdődhessenek a munkálatok. Tudva levő, hogy korábbi években kialakítottak itt egy nyomott szennyvíz-gerinc vezetékrendszert, de ez az idők múlásával elavult. És ami a legfontosabb, hogy erre új bekötéseket már nem lehetett alkalmazni. Tehát így vetődött föl a lakóközösség részéről, hogy nagyon hasznos és jó lenne, hogy egy új gerincvezetéket építsenek ki, mert erre a lakosság, az itt lakók részéről az igény megvolt. Összehívtuk az első lakógyűlést itt a mögöttünk lévő Kinizsi úti óvoda teraszán. Nagyon készséges volt a kezdeményezés elindulásában mindenkor, és itt is szeretném megköszönni városunk polgármesterének, képviselőtestületének, a műszakiroda képviseletében Nyester Ferencnek és Kacsánd Istvánnak, akik már az első lakó összejövetel alkalmából itt voltak, és a lakosság részére igyekeztünk minden tájékoztatást megadni. És így alakult az, hogy ez a kezdeményezés valóra válhatott, hogy ennek voltak segítői, támogatói. Mészáros Jolán egyike annak a 7 lakosnak, akik igényelték, hogy ingatlanjukra bevezetésre kerüljön a szennyvíz vezeték. Elmondta, hogy az önkormányzatnak köszönhetően a lakóknak fejenként mindössze 250 000 forintot kellett fizetni, hogy megvalósulhasson a beruházás. Ez az összeg tartalmazza a kivitelezést, a tervezést és a rákötést is. 2022 nyarán kerestem meg Ildikó nénit, Pánt Ildikó nénit, hogy a Kinizsi utca ezen a részén szeretnénk a szennyvízcsatornát bevezettetni, mivel még itt nem volt. Összehoztunk egy sikeres lakógyűlést, ami után én felkerestem mindenkit személyesen, a megfelelő létszám és a befizetések után megkaptuk a kedvező választ, hogy indulhat a dolog. A munkálatok a napokban elkezdődtek, és ha mindenkinél bent lesz a cső, akkor mindenki utána saját magának úgy intézi tovább, ahogy ő gondolja meg, amikor ő szeretné. Pánt Ildikó önkormányzati képviselő riporterünknek elmondta, a munkálatok március első hetében kezdődtek, és hamarosan be is fejeződnek. A munkálatok most másfél év után 24. március 7-én kezdődtek, és bízunk benne a befejezésbe, hogy az idő is javul, hiszen ez fontos mindannyiunk részére. Másrészt pedig annak is képviselőként, ha elmondhatom, nagyon örülünk, hogy ez a terület a megújulás útján van, hiszen hamarosan átadásra kerül a Széchenyi sugárúti bölcsőde, amelyet ugye mindenki láthat, hogy utolsó simítások vannak. Útfelújítás, ami ezen a területen, bizakodva egy járdafelújításban is, és itt van egy közösség, egy lakóközösség, amelynek a körülményeit ez mindenképpen erősíti és növeli. Ha az időjárás is kegyes lesz, hamarosan befejeződhetnek a Kinizsi utcán a munkálatok, a lakosok legnagyobb örömére.